Látásvizsgálat a székelyudvarhelyi Kolumbán optikánál, ez a kislány édesanyjával érkezett a szakorvoshoz. Dr. Szatmári Judit, aki szerdánként rendel a városban, Marosvásárhelyről utazik ide, hogy a legkisebbek szemeit megnézze. A szakember azt mondja, fontos, hogy elsősorban a szülők vetkőzzék le esetleges gátlásaikat, és 3 éves korban, illetve a körül vigyék el gyerekeiket szemorvoshoz. Manapság, amikor okostelefonok, táblagépek és számítógépek világában élünk, és ezeket az eszközöket gyermekeink is használják, fokozottan megnőtt a szemüveget viselő kicsik aránya, száma. Erre egyszerű a magyarázat. Egyre kevesebbet töltenek a gyerekek kint a szabadtérben, a természetes fény hatása alatt, és a 3D környezetben, ahol nagy távolságokra használják a szemüket, amire a szem el volt tervezve, hogy lesz használva. Na most onnan beköltöztünk a beltérbe, ahol falak között vagyunk, minden lapos, a fény nem olyan, amilyen a szem normálisan tud működni, sőt, elkezdtünk ilyen képernyőket nézni, okostelefon, tablet. Ha a szemet sokat használjuk közelnézésre, ennek következménye a szakember szerint, hogy a szem elkezd ehhez az állapothoz alkalmazkodni, igyekszik arra lenni jó, amire sokat használjuk, de távolra nem kezd jól látni, elkezdődik a rövidlátás, később pedig ez halmozottan súlyosbodik. Van megoldás, a szemüveg viselése. A szülők figyelhetnek a jelekre, melyek sokszor észrevétlenek, hiszen a gyermek nem tudja, milyen a jó látás, milyen a periférikus látás, az mindenképpen intőjel lehet, ha a kicsink sűrűn hunyorít, sokat pillogtat, ha ilyent látunk, vigyük el szakemberhez gyermekünket. Ilyen jelek lehetnek, hogy hunyorít, sűrűn pislog, mondhatja, hogy fáj a szeme, tehát bármilyen furcsaságot mondhat a gyermek, nem tudja egész pontosan kifejezni, hogy rosszul látok távolra, vagy homályosan látok közelre, vagy összefut a legó darabka előttem, tehát ilyeneket nem képes a gyermek. Vagy például nagyon közel bújik, amikor játszik, akkor nagyon belebújik. Durvább esetekben, ha például csak az egyik szemével nem lát jól, ő azt nem észleli, de neki megy az aldofélfának, vagy arról a feléről a látótere, hogy az látszik, hogy onnan nem észlel ingereket. A Kolumbán optika szakorvosa szerint, ha a szülők bármilyen hasonló jelet észlelnek gyermeküknél, forduljanak szakemberhez, ugyanis az időben történő felismeréssel meg lehet állítani a szem romlását, sokszor pedig akár helyre is hozható a probléma.